Bezártak a kulturális intézmények. Az intézkedés célja, hogy megakadályozzák a gyülekezéseket és lassítsák a járvány terjedését. Helyi szigorítások. Nyíregyházán, Mátészalkán és Nyírbátorban is általános kötelező maszkviselés lépett életbe a közterületeken. Változik a földügyi szabályozás, megszűnik a szövetkezeti földhasználati jog, az állam vásárolja fel a tisztázatlan területek nagy részét. A csütörtök reggeli adatok szerint 3927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, ezzel 126790 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 87, többségében idős, krónikus beteg. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A járvány lassításának érdekében hozott kormányzati intézkedések a kijárási tilalom és a maszkviselés mellett megtiltottak minden gyülekezést és a rendezvények megtartását, így nem fogadnak látogatókat a kulturális intézmények sem. Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megyében a csütörtök reggeli adatok szerint 6406 fő az igazolt fertőzöttek száma, országosan pedig 94704 fő. Jelenleg 6426 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 486-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány lassításának érdekében a kormány szigorú intézkedéseket vezetett be az elmúlt napokban. A kijárási tilalom és a maszkviselés mellett megtiltottak minden gyülekezést és a rendezvények megtartását. Ennek értelmében számos kulturális intézmény bezárt a kapuit a látogatók előtt, többek között a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. A könyvtárhoz és a könyvtárbusz szolgáltatásunkat is szüneteltetjük. Kérjük a kedves olvasókat, látogatókat, hogy az online és telefonos szolgáltatásainkat vegyék igénybe. Munkatársaink hétköznapokon 9 és 18 óra között elérhetőek. Átmenetileg nem áll módunkban a visszahozott könyveket visszavenni, tehát a kölcsönzött dokumentumokat visszavenni, de a kölcsönzési időt automatikusan meghosszabbítottuk mindenkinek, így késedelmi díjat nem számolunk fel. Ugye rendezvényeket sem tarthatunk a szigorítások értelmében, így meghirdetett programjainkat YouTube csatornánkon tekinthetik meg a kedves érdeklődők. A kormány rendkívüli intézkedése szerint a Józsa András Múzeum előre láthatólag december 11-ig nem fogad látogatókat. Arra kérik azokat, akik november 11 és december 11-e közötti időpontban foglaltak a réprónai tárlatra, hogy a múzeum újranyitását követően regisztráljanak új időpontot. Közleményt adott ki a Móricz Zsigmond Színház is, amelyben köszönik a társulat felé nyújtott minden eddigi szellemi, lelki és anyagi támogatást. Azt írják, újabb feloldó intézkedésig valamennyi helyszínen minden előadás elmarad. Ezeket a későbbiekben a jogszabályoknak eleget téve pótolják, amelyekre a megváltott jegyek és bérletek természetesen érvényesek lesznek. A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállodákkal együtt előre láthatólag 30 napig nem fogadnak vendégeket. A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza is csütörtökön jelentette be, hogy visszavonásig felfüggeszti a színházi előadások és minden egyéb rendezvény, program és foglalkozás megtartását. Ugyanígy nem fogad látogatókat a továbbiakban többek között a Kálósemjéni Kálai Kúria és az Újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Intézmény, valamint a Mátészalkai Kulturális Intézmények és a Városi Úszoda sem. Emellett Fehérgyarmaton a Művelődési Ház, a Városi Könyvtár és a Városi Galéria sem látogatható. Ezekben az intézményekben a továbbiakban a munkavégzés zárt ajtók mögött történik. A rendkívüli jogrend életbe lépésével párhuzamosan az önkormányzatok számos helyi intézkedést hoztak. A kormányrendelet értelmében a 10 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a helyhatóságoknak kell meghatározniuk, mely közterületen rendelik el a kötelező maszkviselést. Külön szabályozást ebben a kérdésben Nyírbátor, Mátészalka és a megyeszékhely polgármestere sem alkotott. A kormány a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet 90 nappal meghosszabbította, ezzel együtt szerda 0 órától újabb a járvány terjedésének lassítását szolgáló szabályok léptek életbe. A hatékonyság és a gyorsaság érdekében a polgármesterek ismét szélesebb jogkörben intézkedhetnek településeiken.
Nyíregyháza város vezetője többek között elrendelte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Köteles mindent biztosítani ahhoz, hogy a temetéseken a szertartás vezetőt és az egyházi szolgálatot is beleértve legfeljebb 50-en vegyenek részt. Zárva tartanak emellett az önkormányzat közszolgáltató cégeinek személyes ügyfélfogadó irodái, így például a Nyír VV-nél és a Nyírtávhőnél is kizárólag telefonon vagy postán várják a megkereséseket. A városi piacokat zárva kell tartani, ez alól csak a város zöldségpiacai és a Tokai úton található iparcikk és nagybani piac kivétel. Utóbbi helyen azonban a látogatók száma egyidejűleg nem haladhatja meg a 400 főt. Kovács Ferenc emellett közzétette, hogy a város közterületei mindenki köteles maszkot viselni, úgy, hogy az az orrot és a száját egyaránt folyamatosan elfedje. Ezt a kormány határozat a 10 000 főt meghaladó településeknél tette kötelezővé, a polgármesterek azonban ebben a kérdéskörben jogot kaptak a területek megválasztására. Nyírbátor önkormányzata is megvitatta a maszkviselés szabályait a város belterületén. A polgármester híradónknak elmondta, a szabályok egyértelműsítése volt a fő szempont a döntéshozatalkor. Most a döntésnél mi azt vettük figyelembe, hogy egyfelől a lehető legnagyobb mértékben tudjuk biztosítani az emberek biztonságát és a járvány csökkenését, másfelől meg olyan szabályt kellett alkotni, ami betartható. Ezért mi nem határoztunk, nem jelöltünk le különböző belterületi területeket, intézményi körzeteket, utcákat, mert akkor a város lakónak gyakorlatilag folyamatosan vizsgálnia kellene, hogy hol kell maszkot viselnie és hol nem. Hasonlóan indokolta Máté Szalka polgármestere is azt a döntését, miszerint szombat 0 órától általános kötelező maszkhasználatot rendelt el a város közterületein. Teljesen egyértelmű, hogy nem életszerű az, hogy elkezdjük utcák szerint lehatárolni, hogy itt kell, itt nem kell, ebben a kereskedelmi egységben kell, a parkolóban ebben pedig nem kell, nem várható el a nagy tömegben Máté Szalkára látogatók közül, hogy ezekkel a részletszabályokkal tisztában legyenek, sem adott esetben, ugye mivel a maszkviselés egy 6 éves kortól kötelező, egy gyerektől sem, mondjuk, hogy most az utcának egyik részén kell, a másik részén nem. Természetesen Nyíregyházán, Nyírbátorban és Máté Szalkán is a kormány rendeletben szereplő kivételek érvényesek, azaz egyéni sporttevékenység szabadban való eltöltésekor nem kötelező maszkot viselni. A másik szabályozható terület a kutyasétáltatás kijárási tilalom alá eső időszaka volt. Erre maszkot viselve a lakóhelytől legfeljebb 500 méteres távolságon belül mindhárom városban lehetősége lesz az állattartóknak. Még mindig több 10 000 hektárnyi földterület van az egykori termelőszövetkezetek birtokában. A kormány átfogó törvénymódosítással rendezi a tisztázatlan területek elosztását. Magánszemély csak akkor vásárolhatja meg az érintett földet, ha 2008 óta folyamatosan aranykorona jogosultsága van rá, máskülönben az a nemzeti földalapba kerül. Az országgyűlés május 19-én fogadta el a termelő szövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyek módosításáról szóló törvényt. Az átfogó szabályozást tartalmazó 15 törvényt módosító jogszabály egyes részei július 1-én léptek hatályba, további pontjai pedig még mindig kidolgozás alatt vannak. A törvénycsomag legfontosabb eleme a szövetkezeti földhasználati joggal érintett földek rendezése. Magyarországon több 10 000 hektár olyan föld van, aminek nincs az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, a tulajdoni jog hivatalosan pedig mai napig a már megszűnt termelőszövetkezetek kezében van. Amikor privatizálták a termelőszövetkezetek nagy részét, akkor az egybe esett ebből a kárpótlások időszakával és a részarány kiadással, és voltak olyan területek, ahol a terület a szövetkezeté volt, de a felépítmény, már akár lakóházról beszélünk, vagy valakinek a telephelye, az már magántulajdonban volt. És nyilván ezeket abban az időben még inkább nem szerette volna senki megvásárolni másnak a területét, úgyhogy más építkezett a lakóházat. Ezek ott maradtak TS tulajdonlapon, egy olyan TS tulajdonlapon, amelyik TS már nem létezett. A tulajdon viszonyok átláthatatlansága miatt nem lehet tudni, kik igényelnek ezekre a földekre támogatást és milyen jogviszonyok alapján. Nagy probléma emellett, hogy azok az aranykorona jogosultak, akik a 90-es évek óta várnak arra, hogy földet vagy pénzt kapjanak ezért a jogosultságukért, nem kaptak semmit. Akik nem jelentkeztek ezzel az igénnyel,
bár az én információim szerint többször fel voltak ezek a tulajdonosok szólítva, hogy rendezzék el akár kedvezmény vagy eljárási költség nélkül is, de nem sikerült, és éppen a napokban fogalmaztam meg azt az igényemet, hogyha le akarnánk teljes mértékben zárni, talán az lenne a legegyszerűbb, mivel akinek csak lakóház van a területén, az nem nagy földterülettel rendelkezik, és akár szociális juttatásként is oda kellene adni. A változtatás lehetőséget ad arra is, hogy akinek kárpótlási jogosultsága van, az megvásárolhassa a korábban a TSZ-ek kezében lévő földeket. Erre akkor van lehetőség, ha az érintettnek 2008. január 1-től folyamatosan igazolhatóan fennáll az aranykorona jogosultsága az adott területre. Amennyiben ez nem következik be, úgy a földek állami tulajdonba kerülnek, miután legkésőbb 2022. december 31-jel megszűnik a földhasználati jogviszony. Így a nemzeti földalapot fogják gazdagítani, további hasznosításukról pedig az állam fog gondoskodni. Okirattal kell igazolni a kijárási tilalom alatti agrárcélú munkavégzést is. Az okirat tartalmi követelményeit a kormány hivatalos honlapján tette közzé. Amennyiben az agráriumban tevékenykedő egyéni vállalkozók, őstermelők számára szükséges a korlátozás alatti munkavégzés, a kamara azt javasolja, hogy az érintettek a vállalkozói, illetve az őstermelői igazolványt tartsák maguknál. Továbbá a lakóhely, tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása előtt készítsenek egy írásos nyilatkozatot, amelyben rögzítik a saját azonosító adataikat, a kijárási tilalom aluli kivételre okot adó körülmény indokát. Ez is legyen a gazdáknál, a hatósági ellenőrzés során pedig mutassák be az iratokat. Az alkalmazottak számára szóló igazolás minta a kormány.hu oldalról tölthető le. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara információi szerint a kijárási tilalom kevésbé érinti a szántóföldi munkát végző gazdálkodókat, mivel végéhez közelednek az őszi munkálatok. Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a MÁV csoport minden járatán. A kormányrendelet alapján az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos és egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatók munkájuk támogatása érdekében használhatják díjmentesen a vasút, a hév és a buszjáratokat. A jogosultságot, a személyazonosságot diákok esetében a hallgatói jogviszonyt igazoló okmány és az egészségügyi intézmény által a kormányrendelet szerint kiállított dokumentum segítségével igazolhatják. Az utazási kedvezmény a vonatokon a második kocsi osztályra érvényes, és a helyjegyre, a gyorsvonati pótjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik. Egy hónapjuk van pályázni a civil szervezeteknek közösségteremtő tevékenységük költségeinek fedezésére. Ezeket már csak a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül tudják benyújtani, amely a korábbi EPER rendszer helyét vette át. A támogatásokra rendelkezésre álló keret folyamatosan növekszik. Nem volt elérhető egy ideig kedden a nemzetpolitikai informatikai rendszer. Sokan hagyták ugyanis az utolsó pillanatra a civilek működésére vagy szakmai programjának megvalósítására fordítható, összevont, illetve az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás pályázatainak beadását. Az eredetileg délben lejáró határidőt így éjfélig kitolták, addig igényelhették a maximum 4 millió forintot az érintett szervezetek. Most azonban már egy új határidőre kell figyelniük a civileknek, az egyszerűsített támogatás pályázatait december 11-ig lehet benyújtani. Ennek a forrásnak a megítélésénél nincs bírálóbizottság, mindenki, aki pályázik, jó eséllyel számíthat arra, hogy nyerni is fog. Ugyanakkor van egy keret, amit erre meghatároztunk, az egy 1,5 milliárd forint nagyjából, pályázatokként ugye 300 000 forint, Eddig a keretet, amit most megnöveltünk jelentősen, kb. Fele részben merítették ki a civilek, tehát én bízom abba, hogy jól határoztuk meg a keretet, és nem fogják túl pályázni a civilek, de ha mégis ez történik, akkor ott sajnos tehetetlenek leszünk, de a keret erejéig, aki bepályázik erre a lehetőségre, az meg fogja nyerni a pályázatot. Ezek beadására tehát még nagyjából egy hónap áll rendelkezésre, utána független kollégiumok döntenek az elbírálásukról. Döntéshozatal jövő év elején várható, az érintettek pedig tavasz környékén juthatnak hozzá az elnyert összeghez. A Nemzeti Együttműködési Alapban egyébként soha korábban nem volt ennyi pénz,
míg idén 7,7, jövőre már 9,3 milliárd forint, 2022-ben pedig 10,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre a felajánlott 1%-ok növekedésének köszönhetően. Én azt mondom, hogy a civil élet az hasít, megyünk előre, jól állunk, és ezt öröm látni, mert a civil élet azért olyan értékeket tud teremteni, olyan közösségi életet tudunk megélni, ami fantasztikus. Tényleg valahol azért ez kicsit elszomorító, nem kicsit, hanem nagyon, hogy most ezt a közösséget inkább kevésbé tudjuk megélni a világjárvány miatt, de hát ha ez is majd jövőre szépen lassan rendeződik. A december 11-én délig beadható pályázatok célja a civil szervezetek közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, továbbá az érintettek társadalmi szerepvállalásának segítése. A látni és látszani elv ősszel különösen fontos, főleg a kerékpárosok számára. A balesetek egy része ugyanis elkerülhető lenne, ha az autós időben észrevenné a biciklist. Ezért fontos, hogy akik kerékpárral közlekednek, használják az aktív és a passzív láthatósági eszközöket. Előbbieknél pedig figyeljenek oda helyes beállításra is. Ez az alap, ugye? Bekapcsolod. Villog. Mész, villog. Mikor megállok, figyelj. És ez jelzi egy ideig, hogy állsz. Úgy világít, mintha az autós a fékpedálon állna. Ezzel jelzi a mögötte haladóknak, hogy lassul és megáll. A hátsó lámpa, még ha nem is rendelkezik lassulás érzékelővel, az egyik legfontosabb világítási eszköz egy kerékpárosnak. Világítás nélkül közlekedni ugyanis nem csak szabálytalan, baleset veszélyes is. Különösen ősszel, amikor rövidülnek a nappalok, és folyamatosan romlanak a látási viszonyok, gyakran találkozunk köddel és szitáló esővel. Ezért érdemes aktív és passzív láthatósági eszközöket is használni. Az aktív eszközök, kerékpárra szerelt első hátsó lámpa, fejlámpa, akár a hátizsákon lévő lámpa, a passzív eszközök, bármilyen fényvisszaverő, ez lehet mellény, ez lehet öv, pánt, de akár a kerékpárra szerelt prizma is ugyanezt a passzív segítséget fogja nyújtani a használójának. A KRESZ szerint a kerékpáron kötelező felszerelés az első lámpa, amely fehér vagy kadmiumsárga fényt ad, hátra pedig egy piros fényt adó lámpa. Mindkettő kritériuma, hogy sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható legyen. Továbbá a kerékpárnak rendelkeznie kell elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és legalább az első keréken legalább kettő darab, egy átmérő mentén elhelyezett borostyán sárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel, vagyis küllőprizmával. Fontos azonban, hogy ezek ne csak rajta legyenek a kerékpáron, hanem helyesen is legyenek beállítva. Ne zavarjuk az velünk együtt közlekedőket, sem a kerékpáros, sem az autóst. Hogyha ezt az etikettet betartjuk, és gondoskodunk arról, hogy legyenek megfelelő eszközök, teljesen más elbírálás lesz a velünk együtt közlekedő autóstól, és jobban fogják tolerálni, segíteni a közlekedésünket. Vagyis az utat világítsuk meg, így nem csak a szemből jövők elvakítását kerüljük el, az előttünk lévő tócsát vagy kátyút is hamarabb észrevesszük. A fény szórásának szöge mellett fontos az is, hogy az eszközöket stabilan rögzítsük, és időnként ellenőrizzük a bennük lévő elemek állapotát is. Tizenkét gólos vereséget szenvedett a Ferencvárostól hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 16. fordulójában fogadta a Fradit, és a vendégek 38-26-os győzelemmel távoztak a városi sportcsarnokból. A kisvárda több mint egy hónapos szünet után, a Ferencváros pedig egy bajnokok ligájában elszenvedett súlyos vereséget követően lépett pályára a zárt kapus mérkőzésen. Az első percekben felváltva estek a gólok, aztán ellépett ellenfelétől a Fradi, és bár az 5 gólos hátrányból egyszer visszajött 2 gólra a házigazda, végül 12-17-es állásnál vonult a pihenőre a csapatok. Fordulás után ismét kiegyenlítettebbé vált a játék, az utolsó negyed órában azonban elkezdett nyílni az olló, fokozatosan növelték előnyüket a fővárosiak. Végül 12 gólos vereséget szenvedett a kisvárda, amelynek edzője leginkább annak örült, hogy végre meccset tudtak játszani. Fel voltam arra készülve, hogy ilyen hosszú kihagyás után
több mint egy hónapja nem játszottunk sem edzőmeccset, sem bajnokit, hogy hullámzóak leszünk. Arra nem, hogy ennyire. És azt is mondtam a lányoknak, hogy az, hogy most a Ferencváros egy jobb csapat, az nem volt kérdés, viszont próbáljuk meg megnehezíteni a dolgát, és próbáljuk meg önmagunkat építeni és visszahozni a bajnokságba, hiszen ha minden jól megy, akkor jövő héten is két mérkőzés még vár ránk. Ez szakaszokban néha sikerült, de nagyon-nagyon rövid ideig minden szakaszban, és utána jött egy viszonylag hosszabb olyan szakasz, amiben gyermetekbű hibákat követtünk el. A Ferencváros vezetőedzője Elek Gábor csapata nagyobb rutinjának és nagyobb játék erejének tudta be, hogy ilyen körülmények között is érvényesíteni tudták a papírformát. Tudtuk azt, hogy a Kisvárda nagyon stílusosan és helyenként jó kézilabdázó csapat, de összességében úgy gondolom, hogy még ha azt gondolom, hogy talán a különbség túlzott is, de azért a Ferencváros most ebben a helyzetben is még jobb csapat a Kisvárdánál, és ezt érvényre tudtuk juttatni. Amivel a védekezésünk sokat javult, támadójátékunk, azért 38 gól az mindenképpen az egy jó teljesítmény részünkről. A visszarendeződésünk az, ami továbbra sem tetszik, és ezen nagyon sokat kell dolgoznunk, de nyilván azt is tudjuk, hogy itt bődületes elmaradások után kezdtünk el megint edzeni, meg játszani, úgyhogy ezt nagyon gyorsan rendbe kell tudni tennünk, mert itt nagyon fontos csaták várnak még ránk. A Kisvárda vasárnapra kiírt MTK Budapest elleni mérkőzése elmarad, legközelebb jövő szerdán a Vác ellen lépnek pályára Dombi Lucáik, majd azt követően a válogatott szünet előtt még jövő vasárnap Mosonmagyaróvárra látogat Bakó Botond együttese. November 12-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este is várjuk majd Önöket. A most látott tudósításokért látogassanak el addig is weboldalunkra. Minden kollégám nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Túlnyomóan borult lesz az ég, és párás, a levegő, szitálás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 fok körül alakul. Holnap is borult lesz az ég, párás lesz a levegő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 fok körül alakul. A hét további részében is döntően erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő várható, csak kisebb körzetekben szakadozhat fel esetleg a felhőzet. Szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet nem változik lényegesen. Hétfőn várhatóan hideg front érkezik, több helyen kisebb esővel, és kedden már nagyobb területen is kisüthet a nap.